Bár a Bajnokok Ligájában majd csak 3 hét múlva jön a 4-es döntő, az Audietto játékosai addig sem pihenhetnek. Szerdán például az Érd otthonában vendégeskedtek a zöldfehérek. Az erőltetett menet azonban cseppet sem látszott, sőt, az első percektől kezdve űrkézi labdát mutatott be a győri csapat, főleg védekezésben. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 10 percig gólképtelen volt a tabella 3. helyén álló Érd. A szurkolók ráadásul nem csak ennek, hanem Fodor Csenge visszatérésének is örülhettek. A szélső január óta nem tudott pályára lépni válsérülése miatt, szerdán azonban 4 góllal debütált. Nagyon-nagyon jól éreztem magam, most is ki tudnék ugrani a bőrömből, nagyon boldog vagyok. Nagyon örülök, hogy hozzá tudtam tenni a csapatnak a győzelméhez, és hát ez volt a célom, hogyha visszajövök és kapok lehetőséget az edzőmtől, akkor éljek is vele. Nem vagyok maximálisan elégedett magammal, de kezdetnek szerintem ez jó lesz. A nagy szünet után is hasonló volt a játékképe, 10 fölé is ment a különbség, és úgy tűnt az izgalmak ezúttal elmaradnak. Az utolsó percekre azonban megrázta magát az Érd, és elkezdtek felkapaszkodni. Igaz, már túl kevés idő maradt az órán ahhoz, hogy igazán meg tudják szorítani a győrieket. Ami az első 45 percben volt, az extra. Az Érdnél így védekezni elsősorban, támadásunk az nem annyira volt mindig pontos, de az full extra volt tényleg, az ahhoz méltó volt, ami az elmúlt hétvégén az Odense ellen, és amit kértem a lányoktól, hogy maximálisan koncentráljunk. Hát az utolsó 15 perc az pedig olyan még nem volt, amióta együtt dolgozunk. Én nagyon sajnálom, mert ez nagyon méltatlan volt hozzánk az utolsó 15 perc, és nagyon-nagyon mérges vagyok, hogy ilyen előfordult. Bár az utolsó néhány perc mély nyomokat hagyott a vezetőedzőben, a mérkőzésen tulajdonképpen nem forgott veszélyben a győzelem, a vége 31-27 lett. Az első fél időben összeszedetten jól játszottunk, a végére sajnos egy kicsit szétestünk, nem koncentráltunk eléggé, ezt pedig az Érd ki is tudta használni. Nagy kár az utolsó negyed óráért, ez a meccs lehetett volna sokkal simább is. Az erőltetett menet folytatódik a bajnokságban, hiszen szombaton a Kisvárdát látják vendégül a győriek.